Most kapcsoljuk Hofi Gézát. Atya, nem van. Hát, drága szíveim, pusszantás mindenkinek, aki bejutott. Nem vagyunk egyedül. Itt vagytok ti a fővendégek, de szeretettel köszöntöm körünkben a Rádió Kabaré Színházat, kitűnő barátomat, Farkasházi Tivadart. Csak nyugodtan csinálják a felvételt, hívtam tűzoltókat. Azért ez már világ, ez te. Ugye 8-kor kezdődik ez az adás is, épp úgy, mint a heti hetes. A fiúk úgy kezdtek magukra rátalálni. Hát mindjárt ugye a másik fiúk azok meg megsértődtek, hogy na-na! És azonnal nem 8 órakor volt, hanem eltették csúcsidőre, vasárnap reggel 4-re. És ez... akkor nyugodtan lehetett beszélni. És a címe is megváltozott, Gazda TV, az lett. Hát gyerekem, szabad világ, szabad, hát nem úgy megy ez. És amikor eltették őket 4-re, van ám ezeknek a farkasházéknak kezdjük. Azonnal betették a picsolinát. Punci! Punci! Egy ilyen idő óta, kurva, hát én még ilyet nem így lát. Na, de az eredmény megvan. Mindjárt visszakerültek este 8 órára. Pünci. És akkor még ki az a, aki nem tud olvasni, na. Megfogta a csöcsit. Nem baj, majd csak kap tőle valamit. Hát ez... Szóval azért mondom, hogy én is semmit nem fogok mondani ma este, mert még itt egymás közt, még itt elintézzük, de amikor itt vannak ezek a mikrofonok, hát rajtam is van 2. Csak az egyik szól ide. Persze, a másikat hallgatja a klotyó. Most tényleg, most Pintér találkozott a klotyóval, vagy nem tudom... Szóval eszeveszed más világon. Na, azért mondom, hogy a Csicsolinát nem tudtuk megfizetni, de egy Mátyástéri kurvát már lekötöttünk, úgyhogy nem jön be, de majd rágálkodik kintről. Templom mellett 200 méteres körzetbe fog üvöltözni. Jó vagytok? Rendben van minden? Ne hazudj, nem azt mondtam, hogy tapsoljál, hanem, hogy jól vagy-e. Én nem találom a helyem ebben a piacorientált világban, te meg jó vagy. Csak a férjed nem tűzoltó. Mert most van dolgotok rendesen. Ja, Istenem. Valaki hülye azt mondta, hogy ő meg biztosította. Hogy meg fog gyulladni. Hát mit gondolt? Hát mit gondolta, hogy hogy van ez, hogy... Jaj, ég! Az a farkasházi kocsija, az megint már. De én igazolom, hogy ő nem volt a BS környékén sem. Hát egy zseb hamut vitt át, azt látom. Jaj, de furcsa világ ez. Azért én nem találom a helyem ebben a piacorientált világban. Pénzél mindent. Ez van. Hát én is pénzél. Szopog, nyalog, gombot varok. Hát álljál meg. És akkor még van pofájuk a televízióba. Kiírnék be, meg bemondani, hogy professzionalista. Nem tudom, mit jelent. De professzionalista. Olyan, mint a piacorientált, csak az professzionalista. És ha jól tudom, képzeld el, az öttusázók, a világok, a atyaistenei, azok nem profik, érted? Csak a falábú fiúk, azok a profik. Tamáska döntött így. Ne, nem baj, nem baj, foglalja el magát, hogy nehogy itton hagyja az útlevelet. Hát ez...
És az ilyen már valami, képzeld el? Volt dolga a Pintér belügyminiszter úrnak, el kellett intézni, hogy na, a Prágában már várják, hát ha megint forradalom van. És azonnal elintézték, hogy amikor utazik Dajcs Tamás, akkor repülők visszafele is mennek. Szóval azért mondom, teljesen más világban. Professzionalista. Jó. Na de nem kell bántani a labdarúgókat, mert legyünk őszinték. Egy labdarúgó legalább nem rabolja ki az OTP-t. Hát ezt nem értetted. Ne, semmi gond, a vendégér, minden. Tehát, na, nekifutunk még egyszer. Ha rádió nem lenne itt, hagynálak békén, értem? Na, de hát elterjedt, hogy ne. Na, szóval egy labdarúgó legalább nem rabolja ki az OTP-t. Igaz, nincs is hokiütője. Én vagyok a hülye, előbb ezt nem mondtam. Na szóval ez most a rendőrségnek sikerélménye lehetett végre. Tökön szúrhatják magukat. Hát kérdez, elfogták a viszkist. Már másodszor. Hát, és tudod, mi a borzasztó? Hogy amikor sikerünk van, már nekik. Hát nem tudnak vele mit kezdeni. Azt mondja valami szóvivő, de legalább vitte volna, de nem vitte, hanem törte, gyűrte, meg mind. Azt mondja, három-öt perccel előbb értünk oda, mint ahogy odaértünk. Odaértünk, és akkor oda értünk. Mi értünk, és amikor oda... Nagyon komoly munka előzte meg az elfogás. Aperitív munka. És a rendőrautó az közvetlen ott állt meg a OTP bejáratánál. Azt mondja, de egy. No, igen, mert a másik azon 5-600 méterrel odébb állt csak meg. Miért? Azért, mert csak ott volt keresztbe fal, ami fölfogja. És nem volt rajta fék? Volt, csak éberségből nem mondták meg, hogy melyik az. És egy rendőr ült a kocsiba. Egy 20 éves tapasztalatú rendőr ült. Tapasztalata 20 éves. Nem, a rendőr volt 20 éves. És egyedül volt a kocsiba. Nem egyedül volt. Egy 19 éves rendőrnő is volt a kocsiba. Nem láttuk a fejét. Tűzharcban lebukott a tűzharcban. És azt mondják, hogy állítólag a viszkis megsebesült. Ne, csak azt hittük, mert úgy lett volna könnyebb, de nem a viszkis sebesült meg, nem. Mert a viszkisnek a vére URH pozitív. És nagyon komoly munka előzte meg, hogy a rendőrök azok az OTP főbejáratánál gyűltek össze, mind az egyen. Így aztán nyugodtan tudod menni a viszkis a hátsó kijáraton kifele. És akkor előjöttek a riporterek is. Istenem! Ez a halálmadár csaj, tudod? Ki volt a vére? A bele kijött? Hívjon minket! Hú, forró nyomon! Itt fog megdögleni! Anyukám, menj haza, aludd ki magadat! Szépen, Géza bácsi, nem morogszik. Mi valamit már kezdje úgy, hogy jó estét. Köszöntöm önöket. De meg fog halni a... Itt is próbálkozott. Azt mondja, a viszkis majdnem szörnyet halt a tűzhaszba a viszkis. Nem igaz. Hát legalább egy mondatot jegyez meg. Nem igaz. Azt mondta a kommandós, kinyitni. Viszkis kinyitotta. Kijött alsógatyába, meg paprikás krumpliba. Épp akkor tette el a szafaládét. Na most, krumpliba az megy. Na most képzeld, de... Másik meg azt mondta, hogy feküdj. Lefeküdt, hát magyar ember. Na és erre a hölgy már mindjárt, majdnem a tűz hazba megy. Nem kell hülyíteni az embereket. Nyugodt, és a riportert... Nem is gondoltam, hogy ennyi ilyen semmilyen riporter van.
Szervusz Péter, Péter, szervusz Józsi, Józsi, szervusz, 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 szervusz Péter, Péter, szervusz, gyerekek, ismerkedési estnek vége van. Nem most kell bemutatkozni. Műsor. Egy hete azt mondták, hogy élő közvetítés, olyan élő közvetítés, hogy még bimbózik. Élő közvetítés. És egy rohadt fényképet néztünk 2 hétig. Élő közvetítés. Itt Horváth József, RTL Klub Budapest. Tudom, te barom, én kapcsoltam oda. Hát ez ennyi eltövés. Mondjam. RTL Klub. Valamiből már lehetne kihagyni a szex. Tudom, hogy egy nagy dolog a szex, de hát, hát nem mindenhova. És most mi van a viszkissel? A rendőrség lefektette. Én vizuális típus vagyok. Már vártam, hogy bemondják, hogy előtte 400 grammot szopott. Majd 3-at büfizett, és reggelig aludt. Szóval azért, de nem kell bántani a labdarúgókat, mert egy labdarúgó legalább élő emberre, rendőrre, kapura nem lő. Csak a professzionalista. Ja. Mi van? Így jártam a napfogyatkozással is, azt se értettem. Azt mondták, ez valami nagyon-nagyon ritkán van ilyen, nagyon... Vagy én vagyok sűrű részek, de nem... És akkor azt is mondták, hogy a napfogyatkozás igen-igen nagy hatással volt az állatokra. Képzeld el? Tudod, hányan mentek Siófokra? Kivette az apartmant, és nézte, amit nem is lát. Ha meg látja, akkor megvakul. Csodavilág ez. Tele vagyunk gyöngyszemekkel. Itt van például Pelikán úr a gátőr. Meg a Simriskának milyen keze volt te. Elsőre őt választotta ki. Mi? És ő ment volna a lakásra, hogy mit lopott? Jaj. Először csöngesbe anyádhoz, jó barát. Okosan mindent kifejtett, emlékszel rá televízióban? Nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Milyen színű az arany? Nem tudom. De hogy számlát kelljen adni, most hallom először. Nem tudom. És amikor fölállt a végén, akkor elegánsan bement a szekrénybe. Nem is értem. Éjszaka dörömbölnek az ajtón. Azonnal kinyitni, adórendőrség. Tudod, ne dörömbölj, hát éjszaka van, különben se veszünk aranyat. Tudod, mi az adórendőrség új címere? Pelikán csőrében aranygyűrű. Hát ilyen nincsen. Szóval azért mondom, hogy... Csodák vannak. Összehívták az erdei tanácsot, mert azt mondta a Viktorka, igen, hogy nagyon jó a közbiztonság, érted? És nem röhögte el magát. Hát pedig ő aztán tudja, hát a kormánya, minden tagja alól már kiloptak egy autót. Most azért lesz, azért vittek 2 új minisztert, mert van még 2 kocsi a garázsba. Mert különben mindenki. Szóval esze veszette. Például a szombathelyi polgármester. Tetszett, hogy neki van nyelvvizsgája. Alap-középfokon. Hát annyi gerinc nincs benne. Azt mondtam volna, hogy én mindenkit átvertem be. És hónapok óta megy a játék. Most a másik fideszes, aki landalírozni megy.
Hidd el, én voltam részeg elégszer. Csopak, ABC, mit tudom, milyen áruház. És mit csinál a képviselő? Labdát vesz. Nem pénzért, elő. Mert a párt hűség. Hát gyerek, azon megy a verseny, hogy melyik rép rosszabb. Mikor az MSZP kivonult a parlamentből, felszívta a vizet, nem kell annyira szívni a vizet, de mindegy, kimentek, azt mondja Viktorka, nem érdekes, a parlament működik ellenzék nélkül is. Annak idején erre már rájött Rákosi elvtárs is. Csak ő még nem jelentette be. Írga, vagy most a másik polgármester, figyeld. Azt mondja, a Fidesz kapja be. Hát ez is egy megoldás. És ez a mi kis politikai kultúránk. Na, apropó politikai kultúra. Ez a Wurlitzer Johnny. Ja, hogy mondjam, megmester. Na, ennyire ismerik itthon. Jeszenszky. Jaj. Beleszól, hogy ki milyen kitüntetést kapjon. Na, mi között hozzá? Álljál már meg. Nézd oda. A választáson nem kaptak egyetlen szavazatot se, még hibásat se. És most tessék, a nagykövet úr levelet ír. Kellett védeni beszarásig, hogy hát ő nem úgy írta. Meg nem, mint nagykövet? Nem. Hanem, mint a, nem is a követség levélpapírjára, nem, hanem a hátsó oldalán. És valami rohadt, mocskos kommunista szél megfordította a lapot, és hanni csak igen. Úgyhogy ő nem tehet semmiről, se semmi. És már majdnem elhitték az emberek, amikor újra jött a Jeszenszky, hogy nem így volt. Én nekem ez a véleménye. Na, akkor én sem mondom tovább a hivatalos véleményemet, hanem elővezetem írói munkásságom egy részét. Hogy egy ilyen ember hogy lehet nagykövet, tudjuk. Hogy egy ilyen ember milyen demokrata, azt tudjuk a levélből. De amíg élek, nem tudom megérteni, hogy egy ilyen ember, hogy lehet Géza? Van egy haverom, mondtam neki, te itt sajtószabadság van, szólásszabadság van, itt pulitzerszabadság van, itt minden szabadság van. Ne járjon a pofád! Érted? Így mondtam neki. Érted? Ne járjon a pofád! Just is járt. És ezt tőle kaptam, hogy mi minősül államtitoknak. Ő kívülről tudja, beleverték. Én meg megtanulom. Ja. A fiúk erőből mindenkit kirúgnak. Ja, Istenem. Ami Tamásunk, te. Kirúgta a fifát, a mifát, a lifát, a MLS, mindenkit kirúgott. Hát, aztán csodálkoznak, hogy nem mi kaptuk a rendezési jogot. Hát nem. Úgy látszik, a FIFA az nem Fidesz közeli. Bevitték a mi Tamásunkat az olimpiai bizottságba is. Tudod mi? Ő az egyik karika. Kirúgni. Ki akarták rúgni a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóját is? Állítólag oda valaki bepó fátlankodott. Miért nekik kirúgni? Hát te, ami Viktorunk.
először volt Kanadában, mert eddig mindig lekéste a gépet. Abból is akkora balhé volt. Itt nem tudta mondani a delegáció tagjainak, hogy te se jössz, te se jössz, te se jössz. Mondd, hogy lehetne elintézni? Álljanak ott meg. Induljon. Mindenkit kirúgtak a maléptől. De én nem értem, hát annak idején alcsút dobozon nem mentek ki korábban a busz megállóba. De azért mondom, ha bajod van, akkor van egy dal, Jussz Lászlónak küldték Szívfüldi Szívnek szívesen műsorában. Az a címe, hogy Gondolj apádra! Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra, megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, már nincs mit keresni. Gyápoljátok fiatala, csak semmi drog, semmi pornó, csak a szene, fiatala. Győz a név, győz a név, semmi társadás, munkát gyökör, vagy gyökör, oda sújt, ahova kör. Ózdi fiú, ózdi lány, nyugdíjas lesz valahány. Hozzata, 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 baba, hozzata, hozzata, hozzata. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra, megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, ma nincs mit keresni. Arra gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Nem angol kórus, ilyen énekkar kórus. Nézd már, slőn világosság. Ha elterjedt, hogy tudok fakasztani vizet is, az árvizet rám kennik, az biztos. Na, szíveim, egy közös éneklés. A szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra. Hát primitív, primitív, de... Megmondtam előre. Jaj, itt most te jössz. Próba, külön próba, szolistával külön próba. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. No. Olyan ideges vagyok te. Ha felvétel sikerül, leadja a lagzilajcsi. Nem vagyok kószos? A Berlin, zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra. Akkor most próbálj. Nyugalom, nyugalom. A közben bejajjaik, az agyon lőlek. Na, szóval. Ez a hangad nagyon fontos. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapátra. Megmondtam előre. Kurva jó. De fel ne menj a tetőre. Egyszer kell lábdedi-dedi. Már nincs mit keresni. We gonna da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 d
Na, erre kell belépni, hogy... De zenei, szóval. Gondoljam,
lapátra, rákerülsz a lapátra. Megmondtam előre, fel ne menj a tetőre. Egyszer kell leesni, most modulálás jön. Figyelj! Három évre,